hogy megadom a szót Novák előtt képviselő úrnak, aki az emelvényről mondja el a mi hazánk képviselőcsoportja vezérszónokokként a véleményüket, állásfoglalásukat. Köszönöm a szó, képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, úgy tűnik a választás után jön a fekete leves, egy meglepetés törvénycsomag, egy nagy-nagy saláta törvény. Noha csütörtökön még a választás előtt a házbizottságban azt hazudták kérdésünkre, a kormány képviselője kifejezetten azt mondta, hogy nem terveznek semmi benyújtani, hiszen az Európa bajnokság, a labdarúgó EB miatt már nyáron ülésezni sem fog most itt az országgyűlés, eltérve a gyakorlatoktól, és most mégis benyújtottak. Két munkanap elteltével, bár azt mondták, hogy nem készülnek semmire, mégis egy 91 oldalas törvényjavaslatot. Nyilvánvalóan ott volt már ez az asztalfiókban, minimum dolgoztak rajta, minimum tudták, hogy készülnek erre. Tehát megint hazudtak, egy újabb hazugság. És ha nem elég ez a 91 oldalas törvényjavaslat, amire aztán 24 órát sem adnak, hogy elolvassuk, megvitassuk, szakértőinkkel egyeztessünk róla, keresztül nyomják az országgyűlésen, hiszen tegnap délben nyújtották be ezt a javaslatot, sőt, este 9-kor még 32 módosítást töltöttek fel hozzá a parlament honlapjára, erről sem küldve természetesen még mondjuk egy e-mailes értesítés sem, és így nyomják ezt keresztül az országgyűlésen egy nap alatt. A törvényjavaslat egyik fő célja, mondjuk ki, ha már az indokolás nem mondja ki, és próbálják eldugni a sorok között, hogy olyan egészségügyi tárgyú módosításokat fogadtassanak el, amelyek a WHO akaratának végrehajtására, a magyar emberek szuverenitásának, egészséghez való jogának feladásához vezetnek. Ráeresztenék a magyar emberek egészségügyi adataira a mesterséges intelligenciát, hogy pontosan milyen algoritmusokat, kinek a mesterséges intelligenciáját használnák, valamelyik globális big tech cég, például a Facebook vagy a Microsoft részére adnának betekintést ezekbe a személyes adatokba, azt nem árulták el ebben a törvényjavaslatban. De a Covid diktatúra óta ijesztő az újabb kötelezésük is, az újabb tervük. E törvényjavaslat szerint szükség volna arra, hogy a miniszter rendeletben 18 év feletti személyek részére ezután kötelező szűrő vizsgálatot írhasson elő. Jön egy sokadik Covid hullám a WHO szerint? Nem tudjuk. Ami a mobiltelefonok iskolai használatának korlátozását illeti, azt támogatjuk, de a törvényjavaslatban tovább egyszerűsítenék a vendégmunkások tömeges Magyarországra történő betelepítését, ezért sem fogadja el ezt a törvényjavaslatot a Mi Hazánk mozgalom, mert Magyarország a magyaroké. Tisztelt országgyűlés, nézzük egy kicsit aprólékosabban ezt a törvényjavaslatot, melynek minősége csapnivaló. Lassan itt az ideje, hogy a kormány leszokjon arról, hogy az előttünk lévő törvényjavaslathoz hasonló saláta törvényeket gyártson. Ráadásul mindezt úgy, hogy felkészülési időt sem biztosít az országgyűlés számára a javaslat megtárgyalása előtt. Mi volt ilyen sürgős? Olyannyira kapkodtak, hogy a záró rendelkezések a 187 paragrafusból álló törvény elejére kerültek a harmadik, negyedik paragrafusba. Az indokolás sem sikerült valami fényesen, számos rendelkezés esetén egyszerűen elintézték az indokolási kötelezettséget azzal, hogy technikai jellegű szövegpontosítás, holott adott esetben egyáltalán nem is technikai. Miért szolgálja ki a kormány ennyire látványosan a WHO-t? Talán ez a legfőbb kérdés a törvényjavaslat kapcsán. Olvasva ezt a javaslatot nehezen emészthető, valójában a nevével ellentétben, miszerint az állam működését érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, nem csak erről van szó valójában, hanem mindenféle területet érintő jogszabályokat ömlesztve módosító törvényjavaslatról van szó. Végső soron látható, hogy a javaslat egyik fő célja olyan egészségügyi tárgyú módosítások elfogadása, amelyek az egészségügyi világszervezet akaratának végrehajtására, a magyar emberek szuverenitására, egészségügyi önrendelkezésére való jogának a feladásához vezetnek. Először is a 25. paragrafus lehetővé tenné, hogy a magyar emberek EST-ben rögzített adatait mesterséges intelligencia algoritmusok betanítására, tesztelésére és értékelésére használják. A javaslat indokolása szerint orvostechnikai eszközök és digitális egészségügyi alkalmazások fejlesztése érdekében. De hát mi a cél? A
kínai rendszernek a megalapozása? Mert ezek a digitális egészségügyi alkalmazások nehezen érthetőek másolyan. Felhívnám a figyelmüket, hogy ez talán a kínai kommunista diktatúrában elfogadható. Viszont Magyarországon nem véletlenül van egészségügyi önrendelkezési jog, vagy éppen a személyes adatok védelméhez és az emberi méltósághoz való jog. Az egészségügyi adatok az Európai Unió és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlatában egyaránt szenzitív, különleges adatoknak minősülnek, amelyeket a GDPR 9. cikk első bekezdése alapján főszabály szerint kezelni sem szabad. Önök pedig ráúszítanák a magyar emberek egészségügyi adataira a mesterséges intelligenciát? És milyen algoritmusokat? Tehát mondják meg, hogy konkrétan mely mesterséges intelligenciát használnák. Tényleg valamelyik globális big tech cég, akkor melyikét? Kinek adnának betekintést ezekbe az adatokba? Másodszor, ha ez nem lenne önmagában véve is elég, lapozzunk a törvényjavaslatban a 31. paragrafushoz. Ha nem lenne mögöttünk több év rendeleti kormányzás és veszélyhelyzet, a magyar emberek tömegeit megnyomorító Covid-diktatúra, akkor akár vállalat is vonhatnánk-e rendelkezés felett, de így nem tehetjük. Mert sajnos ezek az előzmények adottak, így ennek fényében várjuk a választ arra a kérdésre a kormánytól most, hogy miért van szükség arra, hogy a miniszteri rendeletben 18 év feletti személyek részére kötelező szűrővizsgálatot lehessen előírni. Tehát jön egy sokadik Covid hullám, vagy mire hivatkozva fogják ezt megtenni, illetve most mire hivatkozva javasolják ezt a törvénymódosítást. Harmadszor pedig a 33. paragrafusban ismét a kínai rendszer köszön vissza, miszerint a kórházakban videó arckép azonosításon alapuló technológia alkalmazásával működő egységes beléptető rendszer terveznek bevezetni, az így nyert adatokat pedig egy évig kezelnék. Ha egy kicsit visszaásunk az emlékezetünkben, akkor nem olyan régen az országgyűlés elé még egy olyan törvényjavaslatot terjesztettek itt elő, amiben a BV intézetekre nézve írtak elő hasonló szabályokat. Az orvoshiány és a növekvő várólisták mellett az a határozott álláspont, hogy tudunk, hogy nem a digitális diktatúrák kiépítésén, hanem azon kellene munkálkodni, hogy a magyar emberek egyáltalán a magyar embernek egyáltalán lehetősége legyen eljutni a kórházakban és hozzáférni a létfontosságú egészségügyi alapellátáshoz. Mi folyik a WHO-ban, mik ezek a módosítások? Hát árulják el végre, hogy mi történik itt. Nemrég a saját szabályait megkerülve módosította az IHR, azaz az International Health Regulations rendelkezéseit a WHO, amely alapján a WHO főigazgatója gyakorlatilag egy személyben járványügyi veszélyhelyzetet hirdethet ki. A törvényjavaslatban az imént kiemelt rendelkezések is talán a főigazgató úr parancsára, Tedros Ghebreyesus, az egykori terrorista javaslatára kerültek bele a javaslatba? A Mi Hazánk mozgalom elutasítja ezeket a módosítási javaslatokat, és haladéktalanul felszólítjuk a kormány tagjait, hogy végre nézzenek tükörbe, növesszenek gerincet, és ne sanyargassák tovább a magyar embereket, tiltakozzanak a WHO akciói ellen. Megvan ehhez Magyarországnak a joga, sőt, akár ki is léphetnénk a WHO-ból, mégsem tesznek semmit. És hát végül néhány egyéb érzékeny politikai témáról, mert van itt bőven még más is ebben a fekete levesben, ugyanis nem csak a mesterséges intelligencia turkán a digitális diktatúrába kényszerített magyar emberek egészségügyi adataiban a törvényjavaslat elfogadása esetén. Úgy értjük, hogy átfogóan módosítanák a katasztrófa védelem rendszerét, csak éppen az nem derül ki, hogy hogyan és miért. A miniszteri indokolás ugyanis ezt nem igazán magyarázza el, annak ellenére, hogy pontosan az lenne az indokolásnak a célja, feladata, hogy a törvényjavaslatot olvasó emberek, így mi országgyűlési képviselők is megértsük a tervezett törvénymódosítások okait. Enélkül pedig nehéz ezekről a rendelkezésekről állást foglalni, így ebben a formában, e tekintetben sem elfogadható ez a javaslat. Minden esetre, akár módosítják a katasztrófavédelem államigazgatási szervezetrendszerét, akár nem, migrációs katasztrófa már így is van, és a javaslat elfogadása esetén lenne még nagyobb is, hiszen tovább egyszerűsítenék a vendégmunkások, a kontinens hódítók tömeges Magyarországra történő betelepítését. A javaslat végén egy
csomó felháborító szabály szerepel, még csak meg sem próbálják ezt a szándékot leplezni. Most már nem csak a szerbek és ukránok, hanem a kormány döntése alapján gyakorlatilag bárki bármikor nemzeti kártyát kapna, és jöhet Magyarországra. Ez a kormány híres, bevándorlás ellenes politikája. Ez a javaslat a saját választóik átverése és nyílt hátba szúrása is, a magyar dolgozók elárulása. Ezek mellett eltörpül, de egy gondolatot azért megér, hogy a javaslat az oktatást is érintené. Na de hát nem ám a tanárhiány, vagy az intézményrendszer, az oktatás színvonala a módosítás tárgya, hanem a kormány kissé megalomán módon elvenné az intézmények önszabályozási lehetőségét, és rendeletben határozná meg, hogy mit lehet és mit nem lehet az iskolába bevinni. Értjük az általános indokolásból, legalább ezt leírták, hogy az okostelefon káros a gyerekekre nézve. Annak korlátozását támogatnánk is természetesen, de talán nem a kormány a legalkalmasabb fórum arra, hogy ilyen jellegű tiltásokat megfogalmazzon, és indokolt volna ezzel kapcsolatban egy társadalmi vitát is lefolytatni, amiben mi készek vagyunk támogatni a kormánynak az ez irányú korlátozását, ha tényleg ebbe az irányba szeretne majd ezzel a jogával élve elmozdulni. És számos érvünk van ennek kiegészítésére, amit akár a Mi Hazánk Mozgalom értelmiségi holdudvarából alapított Fekete István Szabad Egyetem, Pécsi Rita Szabad Egyetemen, például Pécsi Rita neveléskutató is kifejtett. Számos javaslatunk van a digitális veszélyeket illetően, a digitális önvédelem érdekében, különösen a fiatalok tanulási képességének megtartása, előmozdítása érdekében, de ezt mégsem így, ilyen formában kellene keresztül nyomni, ha egyáltalán valóban ez fog megtörténni. Félünk, de reméljük, hogy ezt a felhatalmazást nem olyan szabályok megalkotására kívánják felhasználni, mint amilyeneket az egészségügy és a bevándorlás terén javasolnak. Ugyanis ezek elfogadhatatlanok, és éppen ezért felszólítjuk a kormányt arra, hogy tegyen le arról a tervéről, hogy egy bevándorlásra épülő digitális diktatúrát épít ki Magyarországon. Köszönöm a figyelmet!